Nyolc óra van ez a Híradó, az M1-en, Rab Ferenc vagyok, jó reggelt kívánok! Németországban a szociáldemokraták nyerték a parlamenti választást a hivatalos előzetes végeredmény szerint. Az SPD a szavazatok 25,7%-át szerezte meg. A kereszténydemokrata pártszövetség története leggyengébb eredményét érte el, a voksok 24%-át kapta. Az még kérdéses, hogy melyikük alakíthat kormányt, mindkét nagy tömörülése a zöldekkel és a liberális szabaddemokrata párttal kíván koalícióra lépni. A zöldek pártja jelentősen megerősödött a négy évvel ezelőtti 9%-hoz képest, most a választók csak nem 15%-a szavazott rájuk. Az alternatíva Németországért valamivel több mint 10%-ot szerzett, és a baloldal néhány képviselője is bejut a Bundestagba. A németek többsége kormányváltást akar, ezért szavazott az SPD-re. Erről a német szociáldemokrata párt kancellárjelöltje beszélt az eredményváron. Olaf Scholz azt mondta, felkészültek a kormányzásra. Pragmatikus párt vagyunk, amely tudja, hogyan kell kormányozni. Magabiztos párt vagyunk, amely azon akar dolgozni, hogy szebb jövőnk legyen Németországban. De azt is megmutattuk, hogy megvan mindenünk, ami egy ország kormányzásához szükséges. Nevezetesen az egység, amelyet mindenki támogat, és ezt szeretném megköszönni. A német választási rendszer sajátossága miatt még van esély a fordításra, ezért kormányalakításra készül a CDU-CSU is. Armin Laschet korábban a CDU berlini eredményváró rendezvényén azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy az uniópártok vezetésével alakuljon szövetségi kormány. Még nincs végeredmény, de már elmondhatjuk, hogy nem lehetünk elégedettek. Ez egy hosszú este lesz, és a választások eredménye nagy kihívások elé állítja Németországot, a pártszövetséget és minden demokratikus pártot. Mindent megteszünk azért, hogy az unió pártok kormányt alakítsanak, mert Németországnak most szüksége van egy koalícióra a jövő érdekében, amely modernizálja a hazánkat. Hosszú koalíciós tárgyalásokra kell számítani Németországban, jelenleg több lehetséges koalíció is kilátásban van, egyelőre maguk az elemzők is óvatosan fogalmaznak. Részletek Berlinből Nolkatalintól a német politológusok egyébként az Ampel koalíció, tehát a közlekedési lámpáról elnevezett koalíciós lehetőséget tartják jelen pillanatban a legvalószínűbbnek. Ez ugye a közlekedési lámpa színeiről kapta a nevét, a piros, sárga, zöld, tehát a szociáldemokraták, az FDP, illetőleg a zöldek, de tulajdonképpen a hivatalos végeredmény után tudjuk meg azt, hogy melyik párt szerepel az első helyen, és melyik párt kezdi meg a koalíciós tárgyalásokat. Több mint 1300 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök a hétvégén. A rendőrség legfrissebb összesítéséből kiderül, hogy a legtöbben Csongrád csanád megyében próbáltak átjutni a magyar határon, de sokan próbálkoztak Bács-Kiskun megyében is. A számokból az is látszik, hogy Románia felől is megélénkült a migrációs nyomás. Nem csak az illegális bevándorlókat, hanem embercsempészeket is nagy számban fogtak el a múlt héten. Összesen 38 gyanúsította a szemben indult eljárás. Magyarországnak be kell fogadni menekülteket, ha az Unió dönt a kvóták szerinti szétosztásról. Ezt az álláspontot képviselte Fekete Győr András, a Momentum elnöke pénteken, a baloldali miniszterelnök jelöltek vitáján. Bár most valamennyi résztvevő arról beszélt, hogy a határkerítésnek maradnia kell, Karácsony Gergely például néhány hete egy külföldi lapnak még úgy nyilatkozott, hogy védenék a menedékkérők jogait, de ezt a kampányban eltitkolnák. A menedékkérők emberi jogainak garantálása Magyarországon a Balliberális Szövetség hat ellenzéki pártjának alapprogramja. Ezt nyilatkozta Karácsony Gergely a német Die Zeit című lapnak két hónapja. A baloldali miniszterelnök jelöltségért induló politikus azt mondta, szerinte a bevándorlók védelme konszenzuson alapul, amiben például még a jobbikkal sincs vitájuk. Csak hogy Karácsony Gergely az interjúban arra is utalt, hogy mindezt nem vállalhatják fel nyíltan. Megmondom őszintén, ezzel nem nyerhetjük meg a választást. A menedékkérők jogai erkölcsi kötelesség és programunk részét képezi, de ezt nem fogjuk feltenni semmilyen választási plakátra. Fogalmazott Karácsony Gergely, vagyis a főpolgármester elismerte, hogy bár a baloldal védi az illegális bevándorlókat, ezt el fogják titkolni a kampányban. Az egyik a gazdasági típusú bevándorlás, amire a magyar munkaerőpiacnak nincs szüksége. Ezt a mondatot már pénteken mondta a főpolgármester a miniszterelnök jelöltek vitáján. A baloldali politikusok a műsorban éppen úgy, ahogy Karácsony Gergely a Dicájtnak adott interjújában előrevetítette. Egytől egyik arról beszéltek, hogy nem támogatják az illegális migrációt. Emellett állt ki a nyilvános vitában Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára is. Itt ennél a pulpitusnál egyetlen egy olyan ember nem áll, aki az illegális bevándorlást támogatná ebben az országban, a határkerítés is marad, mondta. Ajaj, ajaj. A baloldali miniszterelnök jelöltek arról viszont hallgattak, hogy az elmúlt években a résztvevők közül többen is a magyar határszer megépítése ellen hangolták a közvéleményt. Dobrev Klára például az ATV-ben ellenezte, hogy Magyarország pénzt kapjon az Uniótól a határvédelemre. Igen vagy nem? Nem. A 14 szív menekült jön Férje Gyurcsány Ferenc a migrációs válság kirobbanása óta képviselte azt az álláspontot, mi szerint az illegális bevándorlás nem rejt veszélyeket. A 2015-ös párizsi terrortámadás után úgy fogalmazott, szerinte jobban kell félni a kutyapiszoktól, mint a terroristáktól, és többször is kimondta, hogy be kell fogadni a migránsokat. Magyarország igenis nem csak, hogy képes befogadni messziről jött embereket, de jól is jár jól is járna nagyon sokakkal. A baloldal bolykottálta a kötelező betelepítésről szóló népszavazást is, képviselőik pedig támogatták, hogy Magyarország nyílt utat adjon az Európai Bizottság kvótákkal kapcsolatos döntésének. Nekünk volt egy talán meglepő javaslatunk e tekintetben, az a kvóta kereskedelem. A Momentum elnöke 2019-ben úgynevezett kvóta kereskedelmet javasolt, és arról beszélt, hogy ha egy ország nem akar migránsokat befogadni, akkor ez csak az uniós kasszába befizetett pénzösszeggel válthassa ki. Fizessen annak az országnak plusz extra pénzt, aki mondjuk Magyarország helyett befogadja és megpróbálja integrálni ezeket a menekülteket. Karácsony Gergely pedig korábban a párbeszéd színeiben úgy fogalmazott, a menekülteknek is az az érdeke, hogy szervezett módon történjen a jelenlétük. Azt, hogy a brüsszeli kvótatervekben készségesen részt vennének, a két politikus a miniszterelnök jelöltek pénteki vitáján is elismerte. Itt ugye nekünk van egy Európai Uniós kötelezettségünk, és amennyiben az Európai Tanács úgy dönt, hogy el kell osztani a menekülteket, akkor Magyarországnak is be kell fogadni a menekülteket természetesen. a Fekete Győr András. Karácsony Gergely pedig azt mondta, a menekült kérelmek mostani elbírálási gyakorlata szerinte elfogadhatatlan. Még 460 évnél idősebb ember nem oltatta be magát Magyarországon, erre hívta fel a figyelmet az m 1 Miklós. A virológus hozzátette, bár a jelenlegi adatok nagyjából megegyeznek az egy évvel ezelőttiekkel, a kórházban ápoltak lélegeztetőgépen lévők és az elhunytak között nagyon alacsony az oltottak száma. Kiemelte, azok, akik megkapták a vakcinát, sokkal kisebb eséllyel betegednek meg, illetve sokkal enyhébbek a tüneteik. Az enyhe tünetek esetében is jelentkezhet mondjuk az íz- és a szaglásvesztés, jelentkezhet a vágyattság, jelentkezhet a fáradékonyság, de minden esetre ez nem sok napon keresztül tart, hanem 3-4 nap alatt a páciens túl van rajta. Új református templom épült Pesterzsébeten. Orbán Viktor az összetartozás templom felszentelésén azt mondta, a magyarok csak keresztényként maradhatnak meg, és minden egyes új templom bástyát jelent a nemzet szabadságáért és nagyságáért folyó küzdelemben. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Nyugat-Európa feladta kulturális és szellemi örökségét, egyszerűen eldobta a jövőjét. Orbán Viktor kiemelte, mi magyarok ezer éve templomépítő nemzet vagyunk. Mi nem akarunk letérni arról az ösvényről, amelyen ezer éve járunk. Nem akarunk sem letérni, sem lesodródni. Ez akkor lehetséges, ha belátjuk, hogy az államnak és az egyházi közösségeknek együtt kell működniük. Az együttműködést az alaptörvényünk is szentesíti. A keresztény alapokon álló demokráciában az államnak nem csak feladata, de kötelessége is a hagyományos közösségekért felelősséget vállalni a családtól, a gyülekezeteken át a nemzetig. Száz országból csak nem tízezer látogató érkezett a vadászati világkiállításra az első napon. Erről a rendezvény lebonyolításáért felelős kormány biztos beszélt az emegynek. Kovács Zoltán hangsúlyozta, hat nagy konferenciát rendeznek a világkiállítás alatt, és a magyar álláspont mindegyiken azonos, az emberi lét a természettel való együttlétről is szól, ebben pedig a vadászatnak is helye van. Ide családdal, gyerekekkel is érdemes kilátogatni, hiszen a laikusok és mindenki számára közérthetően és fogyasztható formában próbáltuk megfogalmazni, mit tud, mit gondol ma Magyarország a vadászatról, és az ide érkezett országok is hasonló felfogásból érkeztek. Soha nem állt még olyan kihívás előtt a vadászat, mint amikorunkban, amikor megkérdőjelezik a tevékenység jogosultságát és helyességét. Erről beszélt a miniszterelnök helyettes a vadászati világkiállításon. Semjén Zsolt úgy fogalmazott, a vadászat az ember és a természet felől nézve is legitim, ezért nem szorul magyarázatra. Nem nekünk kell magyarázkodni a tekintetben, hogy miért vadászunk. Az szorul magyarázatra, hogy miért tagadja meg valaki az őseinek az örökségét, és miért tekint előítéletesen a vadászokra és a vadászatra? Megtartották a vadászati világkiállítás első komoly zenei koncertjét a műpában. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadásában a közönség hallhatta például Dubrovai László vadász szimfóniáját, de felcsendült Liszt Ferenc erdő Zsongás zongoradarabja is. A koncert előtt a kiállítás megvalósításáért felelős kormány biztos úgy fogalmazott, ha az ember réválásnak a vadászat az egyik nélkülözhetetlen feltétele volt, akkor valószínűleg a másik ilyen feltétel az maga a kultúra, és azon is a zene, amelyet a mai koncert is jól mutat.